Ha szeretnél jól szórakozni és mellé nyerni 100.000 forintot, akkor nincsen más teendőd, mint sem feliratkoznod a harmadik csatornámra, amely az Elek Róbert nevet kapta. Ott van a link a profilomban lévő bióban. Fú, mik lesznek ott, előre készüljetek fel, és ne felejtsétek el, hogy 100.000 feliratkozónál sorsolás, mindenkinek sok szerencsét. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban a Barátságos Szomszédság nevezetű horror játékkal fogunk játszani, hogyha minden igaz. Ti ajánlottátok nekem, minden is köszönöm szépen. Hogyha örültek ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Ha valaki pedig még mindig nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornámra, mégis mire vár, amikor komolyabbnál komolyabb gémeket pörgetünk itt? Na de én be is teszem a fülesemet, és itt is vagyunk már a játékunkban. Na, hogy van nekünk fényerő választás lehetőségünk? Akkor ez egy brutálisan komoly játék lesz. Elhúzom ide, ugyanis rettentően ki van égve a szemem a fénytől, és alig szoktam látni a sötétben bármit is. A horror játékok közepette. Ez mondom, hogy komoly gém lesz. Nagyon profinak néz ki. Mik ezek a kérdőjelek itt? Hát figyeljetek, rámentem és nem történt semmi. Szóval akkor egy új játékmódot indítok. Ki is választottam a normál nehézséget. Egyáltalán nem gondoltam volna, hogy ez ennyire komoly lesz. Hát rendes. Le vagyok sokkolva. Milyen fegyverünk van? És a jobb klikkünk segítségével így meg tudom pörgetni, de ahogy látom, csupán 12 töltényünk van, szóval feleslegesen nem fogok lövöldözgetni. Ő itt Ricky, és tőle kérdezzük meg, hogy mégis hogyan tudunk innen kijutni. Fel kéne mennünk a tetőre. Most már csak az a kérdés, hogy vajon össze fog-e jönni? Hát rendes sztorink van itt meg minden. És életre keltek ezek a bábok. Na várjatok. Be tudok ide nézni. És ezeket a cuccokat sikeresen fel tudtam venni. Na de itt van nekünk egy ajtó. Fú, de bunkok vagyunk. Hogy miközben beszélt. Csak így leléptünk. Aha, szerintem ez rossz ötlet, hogy erre eljöttünk. Szóval menjünk is vissza. Már rendes a játékunk elején. Elrontom ezt az egészet. És nem arra fele megyek, amerre kéne. Úgy érzem, hogy el fogunk itt akadni. Na de te! Bántasz engem? Aha! Hagyj már békén! Már rendes lejjebb ment az életünk! Ó! Most? Össze tudom ragasztószallagozni! De valahonnan kéne töltényt szereznünk. Bár már valamennyit kaptam pluszba. Aha! Szóval az összes ilyen báb életre van kelve. Eléggé para helyen lakunk, az egyszer biztos. Ezek pedig egerek. De miért néznek ilyen furán? Hát én az egyiket bedaráltam, de sajnálatos módon nem adott töltényt nekünk. Na de erre fele van a színpad. Vagy várjatok, először nézzünk be azon az ajtón, hát hogyha itt lesz nekünk valami, mondjuk töltény. Ha nyomom a shiftet, rendes lassabbak vagyunk, szóval nem fogom nyomni. Aha. Ne esd le a lépcsőn. De ezt a csávot megöltük az előbb. Lehet, hogy ő valami főszereplő lehetett. Miért jó nekünk, hogy ezeket így le tudom itt húzni? Ide, minthogyha be kéne helyeznünk valamit. Aha, ezt nem tudom megcsavarni.
Looks like it needs power. Áramra van szükség ahhoz, hogy ez működjön. Vagy lehetséges, hogy a megfelelő sorrendben kéne ezeket a karokat meghúznunk? Na várjatok! Hát de ezzel nem tudom kezdeni. Pedig, ha jobban megnézzük, az áramvezeték, sőt nem is az áramvezeték, hanem szerintem, hogyha jó irányban, vagyis jó sorrendben húzzuk le ezeket a karokat, akkor ki tudjuk nyitni ezt az ajtót, és ott pedig... Na várjatok, várjatok, várjatok! De nem már, hogy be van nekünk zárva? Hát olyan komplex game lesz ez. Aha. Na várjatok. Ez nem a mi inventorink. Vagy de. Nem. Jó. Most sikeresen ezt felvettem. Hát mindent én felveszek. Sőt. Ez az X nem lehetséges. Hogy oda kell nekünk, ahol az előbb voltunk. De fú, most melyik az inventoring? Ja, hogy benéztem az egészet, és igazából... mindent kivettem az inventoringból. Jó. Akkor ezek szerint a játékban van inventoring is, amelyet a tabunk segítségével tudunk megnyitni. Ó, de jó. Most mentettem egyet a játékon, amely nekünk egy érmébe került, és összesen egy darab ilyen érmünk volt. Hát az mondjuk probléma. Na de vannak itt nekünk szimbólumok, hogy várjatok, össze kéne valahogy adnunk. Így hirtelen nem bírom megfejteni, hogy ezek mégis mit jelenthetnek nekünk. Van ott nekünk plusz 2, mínusz 1, plusz 6. De ilyen szimbólumokat sehol sem látok. Lehet, hogy ez majd a későbbiekben lesz. Hasznunkra! Ez az egész térkép! Brutálisan nagy akkor ez a hely. De nekünk valahogy fel kéne jutnunk. A tetőre, az a lényeg. Szóval jöjjünk is ki innen. És bízzunk abban, hogy nem errefele kell tovább haladni. Ugyanis, hogyha errefele kell, akkor én nagyon is bajban vagyok. Ó, hogy nem halnak meg. Csupán knokkolva lesznek. És akkor össze tudom őket ragasztószalagozni. De vajon végezni is tudok velük? Nézzétek meg, hogy a fegyverünkben olyan kártyák vannak, amelyek itt vannak. Lehet, hogy ezek különböző töltények. Még nagyon új nekem ez a játék, de hát persze, hogy új. Ugyanis most játszunk vele legesleg először. Na de én ezt az egeret lelövöm, de sajnálatos módon ez sem adott semmit. Na de a színpad fele be is tudunk menni. Ki van itt? Menjünk be ide. Hú, de sötét pályarészek vannak itt. Rendes parán néz ki ez a kovács! Hello, nem tudsz nekem segíteni, hogy mégis merre menjek? Ugyanis... ki akarok jutni innen? Ó, hogy ez a színpad, ahol most sikeresen felkapcsoltuk a világítást. Ez valami sütő? De miért telibe fejjel lefele van nekünk? Ja, mert így kell néznünk. Össze kell raknunk valamit, majd pedig oda helyeznünk. Fú, ez nagyon durva lesz. És nagyon sokat kell majd itt gondolkodnunk. Na de ezekkel a szerszámokkal semmit sem tudok kezdeni. Ezekkel sem. Akkor tuti. Aha. Hogy ezt kell nekünk összerakni, de kell nekünk hozzá egy ilyen. Ez a cuccunk, a második lépésünk. És majd hova kell ezt behelyeznünk? Vajon ide?
Na de nagy eséllyel az a hiányzó elem erre fel lehet ezen a részen. Itt ilyen színdarab leírások vannak, és el is tudom rakni ezeket a jegyzeteket, amelyeket a későbbiekben elő tudok majd venni. Fú, annyi mindenre kell itt figyelni. Most sikeresen felvettem egy ilyet. Gyorsan nézzünk körbe, és mindent, amit találok, felveszek. Hát, hogyha fogunk tudni kezdeni velük valamit. Nem lehet, hogy ide kell majd helyezni? Hát rendes, itt ilyen régi kamerák vannak, meg minden. Brutálisan komoly. Csak tudnám, hogy mégis hogyan kell tovább haladnunk. Aha. Kéne nekünk erre valami. Na de merre van az a valami, kedves játék? Ó, szevasztok. Hát bocs, haver. Én veled végeztem. És felé lett? Vagy még egy van belőle? Aha, erre nem tudok semmit sem csinálni. Erre sem. Csak nehogy az legyen, hogy össze-vissza szaladgálnunk kell a pályán, és valami full másik helyről kell idehoznunk azt a cuccost, ami ide való. Na nézzük meg ezt megint. Egy ugyanakkora elemet kéne keresnünk, mint ez. És a végén kéne lenni egy ilyen csillag csatlakozónak. Hát bármennyire is néztem, itt sehol sem találtam. Szóval akkor lehet, hogy... Vagy várjatok? Hát ez egy V betű. Szóval akkor lehet, hogy az lesz, hogy tényleg nem a környéken lesz az az elem, hanem majd vissza kell jönnünk ide. Szóval az van, srácok, hogy néztem végigjátszást, vagyis pontosabban csak beletekergettem, és még annak segítségével sem tudom, hogy mégis mit kéne most csinálnunk. Szóval barangoljunk, és akkor majd hát, hogyha rá fogunk jönni valamire, de minthogyha teljesen visszafele kéne mennünk, és majd ott lesz valami. A végigjátszásban itt volt egy szörny. Nekünk pedig nincsen itt semmilyen szörnyünk. Meg valahogy azokkal a kapcsolókkal kéne kezdenünk valamit, amelyet ugye láttunk már a leges legelején a pályánknak. Jó. Ide bejöttünk. Aha. És itt van nekünk egy szörny. Gyere csak ide! Te bántani akarsz engem? Hú, de kapja pedig! Jó. És nincsen több. Aha! Nem volt több ragasztószallagom, ezért csupán knokkolni tudom már őket. Amely azt jelenti, hogy bármelyik pillanatban felkelhetnek és rám támadhatnak. Így őszintén szólva, nem nyugtat ez a tudat, de szuper, hogy ez az ajtó pedig be van zárva a másik oldalról, és így nem tudok oda bemenni. Na várjatok csak! Megérkeztünk a főnök irodájába. Aha. Hogy ezek a magazinok a töltények? És most sikeresen felvettem párat. Let's get writing. És szereztünk egy újabb fegyvert! És akkor az egyessel meg a kettessel tudok váltogatni a fegyvereink között. Felvesszük azért ezeket a jegyzeteket is. Azért még fosszuk ki a főnöknek az irodáját teljesen, hogy tudja, hogy velünk nem szórakozhat senki. Léci, mondd azt, hogy még nem keltek fel. Bár találtam. Na várjatok, átváltunk közben a másik fegyverünkre. Szóval találtunk egy ragasztószallagot, amely segítségével összetudnánk kötözni őket. Vajon, hogyha meghalok, akkor vége van az egésznek? És újraindul?
Hát bízunk abban, hogy ezt nem kell kiderítenünk. Na de itt van a másik fegyverünk. Teszteljük le ezt is! Nagyon is kapta! Ezen az ajtón pedig egy lánc van, és itt sem tudunk bemenni. Pedig errefele már feljebb mennénk. Na de várjatok! Én nem innen jöttem, ugye? Hát gondolom, hogy nem. Aha. Hát lootoljunk itt is. Nagyon, de nagyon összetett tényleg ez a játék. Jól van, ezt a jegyzetet is felvesszük, szuper. Meg ezek mégis mik lehetnek? Aha. Találtam potit. Ezt sem tudom kinyitni, ugyanis ez is zárva van. Miért van egy holttest a szekrényben? Ebben a színházban nagyon fura dolgok történetnek. Nem ez az elem kell nekünk? Szerintem de. Na de hogyan tudom meginni ezt a potit? Aha. Meg is ittam! És akkor ennek köszönhetően feljebb ment az életünk. Vele is végzett valaki? Mi van ezekkel a bábukkal? Nem elég, hogy életre kelnek. Olyan könnyedén meghalnak, és valaki folyamatosan végez velük. Még rajtunk kívül is. Szerintem azzal a valakivel mi nem szeretnénk találkozni, és nyilván, hogy ez az ajtó is be van nekünk zárva. Hát persze, hogy be van. Na de menjünk is vissza. Onnan, ahonnan jöttünk, és nézzük meg, hogy vajon tudjuk-e használni azt az elemet, amelyet találtunk. Aha. Megyünk is a színpad felé. De várjatok már! Ja, itt van! Nem egy ilyen figura esett le előttünk? Szóval akkor ezekből több van? Hát itt van a szörny! Nem tudom, hogy ennek volt-e bármi értelme, de hát visszahúzódott ebbe a szellőzőbe. Szóval akkor csak hasznos volt. Jó, menjünk is be ide. Mindig akkor ezeknél a szellőzőknél jelenhet meg. Léci, mondd azt, hogy az az elem, amelyet találtunk, ide kell! Hoppá, hoppát, össze tudtuk rakni! És így el is tudom már tenni az inventoringba. És ez a cucc kell nekünk szerintem ahhoz, hogy áramot tudjunk csinálni az épületben! Hogy mit csinálsz? Hogy lett belőlük ennyi? Ne már! Ne! Megölnek! Hagyjatok békén! El fog fogyni az ammóm is. Jó? Egy hitesek így, jó? Az utolsó ammóval pedig be is daráltam őt. De mivel most csupán knokkolva vannak, hamarosan az összes fel fog éledni. Annyira beteg ez a game! És rendes, egy hadsereg fog akkor utánam jönni. Most vajon ez azért van, mert szórakoztam azzal a szörnyel is lövöldöztem rá? Vagy pedig csak hátráltatni akarnak, ugyanis tudják, hogy megtaláltuk ezt a cuccost, és így már van is áram nekünk itt. Jó. Ide valamiket be kell helyeznünk. Ezeket a gombokat pedig meg tudom nyomkodni. De ez nekünk mégis miért jó? Hogyha lehúzom ezt a kart úgy, hogy meg voltak nyomva a gombok, akkor kapunk egy ilyen morze jelet. Na de az emeleten voltak nekünk hasonló szimbólumaink.
Szóval gondolom, hogy most erre lesz szükségünk. Aha! Kettő darab négyzet, egy, vagy mínusz egy háromszög, meg hat darab kör. Próbáljuk meg ezek az információk segítségével kiigazodni, hát hogyha össze fog jönni. Négyzet, négyzet. Jó. Így is tud nekünk nyomtatni? Hát én lehúztam, tesó. És nem nyomtat semmit! Fú, ez a játék. Ki fog idegelni? Négyzet, négyzet, kör. Aha, hogyha mind a három slotban van szimbólumunk, csupán akkor nyomtat nekünk ki egy ilyet. De hát ez sem jó nekünk. Mi van akkor, hogyha még nem erre fele kell tovább haladnunk, hanem mondjuk erre, szerintem... Ja, hogy erre megyek ki. De mintha lett volna egy olyan ajtónk, amely azért nem volt nekünk nyitva, mivel még nem volt áram, vagy rosszul emlékszem, én annyira belekavarodtam már ebbe a gamebe. Na várjatok. Ezt nem tudom ide behelyezni, szóval ide nekünk teljesen más kéne, nem? Ó! Hogy valami most nagyon is történt? De ez jó nekünk? Nem látom át a logikáját, hogy mégis miket kéne ide nyomtatnunk. Sajnálatos módon ez a jegyzet sem segít nekünk ebben. De azok a szimbólumok ott fent nem lehetnek véletlenül ott. Tudja, hogy azok mondják meg nekünk. De üresen meg nem tudom hagyni. 2, mínusz 1, 6. Én most nagyon is bajban vagyok. Rettentően elakadtam, és ötletem sincs, hogy mégis hogyan kéne tovább haladnunk, pedig azért jó úton lehetek, és valahogy jól kéne kinyomtatnunk három cetlit, amelyeket ide kéne behelyeznünk, és akkor annak segítségével ki fog nyílni nekünk ez az ajtó, és tovább fogunk tudni menni. Időközben rájöttem amúgy arra is, hogy most mi csupán a demóval játszunk, és megjelent már a teljes játék is, hogyha szeretnétek, hogy azt is kipróbáljuk, és megpróbáljuk akár végigvinni, meg ha bejött nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban, a harmadik csatornámmal együtt, kérlek oda is iratkozzatok fel, én köszönöm a figyelmet, ha valaki pedig még nem nyomta volna be a csengőt, mégis mire vár? Elekrobi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!